Szeretettel köszöntelek benneteket, Bali Mónika vagyok. Évezredek óta vágyik az ember bejutni az ígéret földjére. Értelmezze ezt bárhogyan, legyen ez bárhol, a föld bármely pontján, vagy az emberi lélek bármely, akár elrejtett szegletében. Hoztam ehhez nektek iránytűt, a Bibliát, mert a Szentírás az ígéretek könyve, Isten kinyilatkoztatása magáról és a teremtett világról, teremtményeiről. Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön, attól, aki az égi testek teremtője. Ő mindig ugyanaz és nem változik, nem úgy, mint az égi testek fénye. Olvasható Jakab levelében, első fejezet, 17. vers. A Teremtő Isten ígéreteket tevő és megtartó, feltételeket és ígéreteket is tartalmaz a vele kötött szövetség. Az ő akaratával összhangban számtalan ígéretet tett, ami hitáltal lehívható, átvehető az embereknek. Vannak egyetemes és személyre szabott ígéretek is. Hozok példákat majd arra is, hogyan lehet átvenni az ígéreteket, és hogyan időzít Isten. A tapasztalat az, hogy lassan-lassan, apránként vesszük át a mennyben fenntartott, az úgynevezett hervadhatatlan örökséget, vagyis az ígéreteket. Hát ez egy tanulási és gyógyulási folyamat is. Mózes második könyve, 23. fejezet, 27. verstől a 31-ig. Akik között átvonultok, azokat összezavarom, ellenségeiteket pedig megfutamítom, darazsakat is küldök előttetek, amelyek kiűzik előletek arról a földről a hivvieket, kánaániakat és hettitákat. De nem egy év alatt fogom kiűzni őket, mert akkor a lakatlan földön elszaporodnának a vadállatok. Fokozatosan űzöm el őket, hogy legyen időtök benépesíteni és birtokba venni a földet. Jézus Krisztus a fiúságot hozta el a benne hívőknek, az örökösöknek. Örök életet, vele, a szeretettel, ellátást, egészséget, teljességet, bővölködést, békességben és kapcsolatokban is. Ez az ígéret nem érdemek szerint, hanem a hitből való megigazulás által valósul meg. E hangzó anyag végén kifejezetten kemény eledelt hallhattok, a Krisztust követőknek szóló próbára tett ígéretekről, hitben megragadott valóságokról, mártírokról. Mi van akkor, ha Isten ígérete nem válik valósággá a fizikai síkon? Az Úr elveheti. Ad jobbat, ha hagyjuk. A gyógyulásra vonatkozó ígéreteknek külön hanganyagban adok majd teret, figyelmet. Uram, imádkozom, hogy ígéreteid felolvasása közben minden hallgatót érintsen meg Szent Szellemed. Segíts, hogy szívük mélyére hatoljanak igazságaid, hozzanak mély megértést, meggyőződést, töltse be őket a te békességed, ami egyedülálló, amit nem úgy adsz, ahogy a világ adja. Isten ígéretei igen és ámen. Legyen így a ti életetekben is. Az igeverseket az egyszerű fordítású Bibliából olvasom. A 12. Zsoltár 6. verséből kiderül Isten ígéretének az ereje, minősége, miensége. Az örökkévaló beszéde igaz és tiszta, vagyis építő, jó, áldást hozó, mint a föld kohóban 7-szer, tehát teljesen, tökéletesen megolvasztott, megtisztított ezüst. Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük. Hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Isten nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a fiú közreműködésével megmenekülhessenek. Ez volt a Szentírás gerince. János evangéliuma, 3. fejezet, 16.-17. vers. Isten ismeretet nyilatkoztat ki magáról, a terveiről. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének első verse szerint: Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk az ő nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget. Egyetemes, leírt, a Szent Szellem által ihletett ígéretet olvasunk János első levele 2. fejezetében, 25. vers. Mert ez az, amit ő nekünk megígért, az örök élet.
Ha hitben megragadjuk az egyetemes ígéreteket, Krisztusban, tehát az ő áldozata, a kifizetett ár miatt az Atya igent mond. Úgy legyen, ezt mondja neked. Most már csak neked, nekünk személyesen kell igent mondanunk, mert két tanúra megáll a dolog. Az apostolok cselekedetei második fejezetében a 39. vers. Mert az ígéret nektek szól és gyermekeiteknek, meg azoknak is, akik távol vannak, mindenkinek, akit Istenünk az örökkévaló magához hív. Az apostolok cselekedetei 13. fejezet 34. verse. Isten valóban feltámasztotta Jézust, ő már soha többé nem fog meghalni. Erről így szólt Isten. Nektek fogom beteljesíteni azokat a szent és biztos ígéreteket, amelyeket Dávidnak tettem. Isten szeretet. János első levele 4. fejezetének 16. verse beszél erről. A Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetében a 3. vers kijelenti, megjelent nekem az örökkévaló a távolból. Örökkévaló szeretettel szeretlek téged, ezért marad meg irántad való hűségem és kegyelmem. A János evangéliuma 13. fejezet első versben ez áll. Mielőtt a Pászka ünnepi vacsorája megkezdődött volna, Jézus már tudta, hogy itt az ideje, hogy elhagyja ezt a világot, és visszamenjen az Atyához. Bár Jézus mindig is szerette azokat, akik az övéi voltak ezen a világon, most különösképpen megmutatta nekik a szeretetét. Örökkévaló szeretete örökké tart. Jézus nem tud nem szeretni. Pál apostol rómaiakhoz írt levelében a 8. fejezet ígéretei így hangzanak. A 35. verstől olvasom a 39-ig. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás? Szenvedés? Nyomor? Nehézség? Üldözés? Éhínség? Ruhátlanság? Életveszély? Vagy akárha meg is ölnek bennünket? Nem. Egyik sem. Hiszen az írás is azt mondja. Érted, gyilkolnak bennünket állandóan. Olyannak tekintenek, mint a levágni való juhokat. Mindezek ellenére minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek. Ő általa, aki szeretett bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, sem semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Úrunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Az Efézusi levél első fejezet 3. versében a Krisztust követőknek tett ígéret szerint Krisztusban megáldott bennünket minden szellemi áldással a mennyben. Szintén Efézusi levél 3. fejezet 14. verstől a 20-ig Pál apostol így imádkozik. Mindezeket látva, letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi család a nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint és a Szent Szellem által erősítse meg a belső embert bennetek, hogy Krisztusban való hitetek által ő maga lakjon a szívetekben. Kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, és egész életetek erre épüljön, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt megérteni, milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély Krisztus szeretete. Ezt emberi értelemmel fel se lehet fogni. Én mégis azért imádkozom, hogy tapasztaljátok meg szeretetét, és hogy Isten maga töltsön be titeket teljesen. A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek mindezért az Eklézsiában, és a Krisztus Jézusban, minden nemzedékben, örök időkig. Amen. A Kolossébeliekhez írt Páli levél első fejezet 12. versének ígérete. Igen,
adjatok hálát az Atyának, mert ő tett benneteket alkalmassá, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amelyet Isten készített szent népe számára a világosságban. A küldetést felvállalók ígérete feltételhez kötött, nem egyetemes, ez a felszólítás a misszióra. Menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Máté evangéliuma 28. fejezet, 19. 20. vers. Ézsaiás próféta könyvének első fejezetében a 18. verstől hallhatjuk Isten ígéretét a bűnbocsánatra, megtisztításra. Jöjjetek hát, szálljunk perbe egymással, bár bűneitek vérpirosak, mégis hófehérek lesztek, vétkeitek tűzvörösek, mégis fehérré lesztek, mint a tiszta gyapjú. A 43. fejezet 25. és 26. verse is a bűnbocsánat ígérete egy új élet reményében. Én, egyedül én törlöm el bűneidet önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékszem. Emlékeztes, pereljünk egymással. Add elő érveidet, igazold magad, ha tudod. A János evangéliuma 8. fejezete az irgalmas megbocsájtó Istent mutatja be, aki új esélyt ad az embernek. Jézus felment az olajfák hegyére, aztán korán reggel ismét visszatért a templom területére. Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült és tanította őket. A törvénytanítók és a farizeusok odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit rajta kaptak, hogy házasságtörést követett el. Középre állították és megkérdezték Jézust. Mester, ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés közben. Mózes a törvényben azt parancsolta, hogy az ilyen asszonyt kövekkel agyon kell dobálni, így kell megölni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy Jézust próbára tegyék és vádolhassák valamivel, de ő nem válaszolt, csak lehajolt és az ujjával írni kezdett a földre. Mivel tovább kérdezgették, végre felállt és azt mondta nekik, van itt köztetek olyan, aki még nem követett el bűnt. Ha van, akkor ő dobja az asszonyra az első követ. Ezt hallva a törvénytanítók és farizeusok kezdtek elszállingózni. Először az idősebbek távoztak, majd egymás után mind eltűntek. Végül csak Jézus és a középen álló asszony maradt ott. Ekkor Jézus felegyenesedett és megszólította. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged? Az asszony felelt. Senki, Uram. Jézus így felelt. Én sem ítéllek el. Menj el, de többé ne vétkezz. Később Jézus ezt mondta az összegyűlt sokaságnak. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely maga az örök élet. Ehhez kapcsolódóan Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét így kezdi. Így azután senki sem ítéli el azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Miért? Mert a Krisztus Jézusban az élet szellemének törvénye felszabadított a bűn törvénye alól, amely a halálba vezet. Így oldotta meg Isten azt, amire a mózesi törvény képtelen volt, mivel a régi emberi természet miatt nem volt rá ereje. Isten azonban saját fiát küldte el hozzánk, hogy általa elbánjon a bűnnel. Igen, a fiú ugyanolyan testben élt a földön, mint amilyenben most mi élünk. Isten ezt az emberi testet, Jézus testét használta fel arra, hogy általa elítélje a bűnt. Így érte el azt, hogy a törvény jogos követeléseinek meg tudjunk felelni. A világosságban járunk, Isten tisztán tart minket a bűntől is, ahogy János apostol az első levele első fejezetében írja, 7. verstől a 9. De ha valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor mi, akik hiszünk, közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten fiának vére, vagyis halála megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől.
ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor magunkat csapjuk be, és nincs bennünk az igazság. De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem követtünk el semmi bűnt, akkor valójában azt állítjuk, hogy Isten hazudik. Akkor Isten üzenetének nincs helye a szívünkben. Isten védelmének ígéreteit a 91. Zsoltár versei mutatják be. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az, teljes biztonságban. Azt mondom az örökkévalónak, te vagy Istenem, bízom benned, te vagy erős kőváram, benned védelmet találok. Akkor ő kiment a rejtett csapdából, megment a halálos járványtól, szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hősége lesz pajzsod és páncélod. Nem kell félned éjjel a váratlan támadástól, sem nappal a lesből kilőtt nyíltól, sem a homályban lopakodó halálos járványtól, sem a délben támadó hirtelen haláltól. Még ha 1000 szám hullanak is melletted, s 10000-en a közeledben, téged akkor is elkerül a pusztító. Bizony meglátod ezt a saját szemeddel. Előtted büntetik meg a gonoszokat. Mivel ezt mondtad, erős kőváram az örökkévaló, a felséges a menedékem. Ezért nem ér el téged a veszedelem, s otthonodnak a pusztítás közelébe sem jöhet. Hiszen az örökkévaló parancsolt felőled, s melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Kezükben hordoznak, hogy meg ne üsd lábad a kőben. Bizony oroszlán és vipera fölött jársz, letaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Az örökkévaló mondja rólad, mivel ragaszkodsz hozzám és szeretsz, megmentelek. Mivel jól ismersz engem, magasra emellek. Mikor kiáltasz hozzám, felelek. Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül. Kimentelek és fölemellek. Hosszú élettel teszlek meg elégedetté, és megmutatom neked szabadításomat. A 121. Zsoltár a segítő, őrző Istent szólítja meg. Felnézek a hegyekre. Vajon honnan jön számomra a segítség? Az örökkévaló küld nekem segítséget. A menny és föld teremtője. Nem hagyja, hogy lábad elcsúszson, szüntelen virraszt fölötted, nem alszik el. Az örökkévaló vigyáz rád. Ő védelmez téged jobb felől, hogy ne ártson neked sem nappal a nap, sem éjjel a hold. Megőriz téged az örökkévaló minden bajtól. Bizony megőrzi lelkedet. Az örökkévaló őriz téged, mikor elindulsz és mikor hazatérsz. Ő véd most, és ezentúl örökké. Ézsaiás könyve 43. fejezetében a 3. versig így szól az Úr. De most azt mondja az örökkévaló, aki teremtett téged, Jákob, aki téged alkotott, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mikor vízen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon, azok el nem borítanak. Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget, lángja nem emészt meg, mert én vagyok Istened, az örökkévaló, Izrael szentje, szabadítód. Az 59. fejezet 20.-21. versében így folytatódik az ige a védelmezőről, a bűntől megváltóról. Eljön Sionhoz, mint megváltó. Eljön azokhoz, akik Jákob népek közül hozzáfordulnak és bűneiket elhagyják. Az örökkévaló határozott így. Én pedig ilyen szövetséget kötök velük, mondja az örökkévaló. Rajtad nyugvó szellemem és szavaim, amelyeket szádba adtam, mostantól el nem távoznak tőled soha. Veled maradnak és utódaiddal, meg az ő utódaikkal is. Ezt mondja az örökkévaló. Dávid király a 23. Zsoltárban kijelenti. Az én pásztorom az örökkévaló. Minden jóval ellát engem. Dús legelőin megpihentett. Friss patakokhoz terelget, felüdíti lelkem, és az igazságosság útján vezet, jóságos természete szerint. Bizony, még ha a halál árnyékában, sötét és mély völgyeken is kell átmennem,
akkor sem félek a gonosztól, mert te örökkévaló ott is velem vagy. Pásztorbotod megvéd, pálcád vezet. Ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom, mint szívesen látott vendéged előtt. Bizony, szénig töltött poharam. Jóságod és szeretetet körülvesz, amíg csak élek. Az örökkévaló házában lakom egész életemben. A 103. Zsoltárban Dávid Isten gyógyító, fiatalító ígéreteivel áldja az Urat. Lelkem, áldjad az örökkévalót, egész valóm áldja szent nevét. Lelkem, áldjad az örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, megmenti életedet a sírtól, körülvesz hűséges szeretetével. Megad neked minden jót, felékesít és megfiatalít, megújulsz, mint a sas, mikor új tollakat növeszt. Az örökkévaló igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Útjait megmutatta Mózesnek, hatalmas tetteit Izraelnek. Bizony irgalmas, kegyelmes és türelmes az örökkévaló hozzánk. Szeretete nem fogy el, nem hibáztat szüntelen, nem haragszik örökké, nem bűneink szerint bánik velünk, nem büntet vétkeinkért, ahogy megérdemelnénk. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan magasan elborít bennünket hűséges szeretetével. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze dobt el bűneinket tőlünk. Amilyen jóságos az apa gyermekeihez, olyan kegyelmes az örökkévaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt. Hiszen jól tudja, hogy teremtett minket. Emlékszik rá, hogy halandók vagyunk, porból vagyunk. Tudja, hogy életünk rövid, mint a füveké, mint vadvirág a réten, amely ma virágzik, s holnap, ha ráfúj a forró szél, hirtelen elszárad, vége van. Helyét sem találod többé. De az örökkévaló hűséges szeretete öröktől fogva és mindörökké megmarad azokon, akik tisztelik és félik őt, és jósága fiaikon és azok fiain is örökké, akik megtartják szövetségét és engedelmeskednek parancsainak. Az örökkévaló a mennyekben állította fel a trónját, s uralkodik mindenek felett. Áldjátok az örökkévalót, angyalai, ti hatalmas erejű harcosok, akik teljesítitek szavát, s hallgattok parancs szavára. Áldjátok az örökkévalót, mennyei seregek, szolgái, akik véghez viszitek akaratát. Áldjátok az örökkévalót, mind, akiket teremtett. Áldjátok őt uralkodásának minden helyén. Lelkem, áldjad az örökkévalót. Júdás levelének a 24. és 25. versében az író, nem az iskáriótes Júdás, Istennek adja a dicsőséget ígéreteiért. Isten meg tud őrizni benneteket az elbukástól, és képes hibátlanul maga elé állítani a dicsőségben. Micsoda öröm lesz ez mindannyiunk számára. Ő az egyetlen Isten, és egyedül ő tud megmenteni bennünket. Övé legyen minden dicsőség, nagyság, uralom és hatalom, Urunk Jézus Krisztus által, a múltban, most is, és örökké. Isten a helyreállító. Ezt olvassuk Jób könyvében, 8. fejezet 5. verstől a 7. De ha te tisztán és becsületesen élsz, ha Istent keresed, ha a mindenhatóhoz könyörögsz, akkor ő maga siet segítségedre. Hamar helyreállítja otthonod. Többet ad kárpótlásul, mint amit elvesztettél. Joel próféta könyve, 2. fejezet, 25.-26. vers. Kipótolom az elmaradt termést, amelyet a sáskák raja felemésztett, a meddő éveket, amelyeket elpusztított rátok küldött nagy seregem. Bőven ehettek, megelégedtek, dicséritek Istenetek az örökkévaló nevét, mert csodálatosan bánt veletek. Nem val szégyent népem soha többé. A 34. Zsoltár 17. versétől a 20. amíg reményvesztettek megmentését is ígéri. Aki az örökkévalóhoz imádkozik, azt ő meghallgatja, és kimenti minden bajából. Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket. Valóban
sok baj éri az igazakat, de az örökkévaló valamennyiből kimenti őket, megőrzi még a csontjaikat is, egy se törik el közülük. A 37. Zsoltár híres ígérete így hangzik, 4. vers. Gyönyörködj az örökkévalóban, akkor megadja szíved kéréseit. Társra vágysz? Segítő társra? Figyelj, itt a neked szóló ígéret. Mózes első könyve, 2. fejezet, 18. vers. Nem jó Ádámnak, ha egyedül él. Alkotok számára egy hozzá illő segítő társat. Álmatlanság, alvászavar esetén is fordulhatsz a Biblia ígéreteihez. 3. Zsoltár, 5. vers. Nyugodtan lefekszem, el is alszom, és tudom, felébredek, mert az örökkévaló őriz és betakar engem. Gyermekekkel kapcsolatos vívódás esetére Józsué könyve 24. fejezetében a 15. versből kiindulva, ha én és az én családom az Urat szolgáljuk, akkor 112. Zsoltár 2. vers, utódai hatalmas hősök lesznek a földön, mert az istenfélők gyermekeit az Úr megáldja. 145. Zsoltár 18. verstől a 20. Közel van mindenkihez, aki segítségül hívja őt, aki tiszta szívből hozzá kiállt. Teljesíti azok kívánságát, akik tisztelik és félik őt, meghallgatja segélykiáltásukat és megsegíti őket. Az örökkévaló megvédi azokat, akik szeretik őt. Ézsaiás könyve 30. fejezet 18.-19. vers. Profécia a jövendő szabadulásról. Még vár az örökkévaló, hogy könyörülhessen rajtatok, s majd föl kell, hogy megvigasztaljon titeket, mert az ítélet Istene az örökkévaló. Áldottak, akik bizalommal és reménységgel várják őt. Ezért hát Sion népe, Jeruzsálem lakosai, ne sírjatok! Meghallja az örökkévaló segélykiáltásotokat, s válaszul biztosan megkönyörül rajtatok. Soha többé nem kell sírnotok. 40. fejezet 28. verstől a 31. Hát nem tudod? Nem hallottad soha, hogy örökké élő Isten az örökké való, aki teremtette az egész földet, figyelmével mindenkit követ, s nem fárad el soha, bölcsessége kifürkészhetetlen. Ő ad erőt a megfáradottnak, s az erőtlen erejét megsokszorozza, mert elfáradnak még a fiatalok is, kimerülten összerogynak a legkülönbek. De akik az örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki. 65. fejezet, 24. vers. Mielőtt kiáltanának, én már felelek is nekik. Még be sem fejezték kérésüket, már is teljesítem. Jeremiás könyve, 33. fejezet, 3. vers. Ezt mondja az örökkévaló, aki eltervezi a dolgokat, véghez is viszi, amit eltervezett, és kiformálja az eseményeket. Örökkévaló az ő neve. Kérdezz tőlem, Jeremiás, és válaszolok neked, nagy, hozzáférhetetlen titkokat mutatok, amelyeket máskülönben nem tudsz. Péter apostol, 1. levele, 5. fejezet, 7. vers. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 7.-8. vers. Kitartóan kérjetek és megkapjátok, kitartóan keressetek és megtaláljátok, kitartóan kopogtassatok és kinyitják nektek az ajtót, mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér, aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. 18. fejezet, 19.-20. vers. Igazán mondom nektek, ha közületek ketten összhangban vannak itt a földön, akkor kérhetnek akármit, mennyei atyám megadja nekik. Mert amikor ketten vagy hárman egységre jutnak az én nevemben, akkor én is ott vagyok közöttük. Máté evangéliuma 21. fejezet, 22. vers. Mindazt, amit imádságotokban hittel kértek, meg fogjátok kapni. Márk evangéliuma 11. fejezet, 24. vers. Ezért mondom nektek, amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni.
János evangéliuma, 14. fejezet, 13. vers. És megteszem, amit a nevemben kértek, hogy az Atya dicsőséget kapjon a fiú által. Igen, bármit kértek majd az én nevemben, meg fogom tenni. János evangéliuma, 16. fejezet, 22. verstől a 24. Mikor újra meglátlak titeket, örülni fogtok, és ezt az örömöt már senki el nem veheti tőletek. Azon a napon nem kérdeztek majd tőlem semmit, igazán mondom nektek, bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Pál apostol a Filippi beliekhez írt levelében a Krisztusban hívőkhöz szól. Első fejezet, 6. vers. Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, s ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni. 4. fejezetben folytatódik az ígéret, 6.-7. verset olvasom. Ne aggódjatok semmi miatt, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Kérjétek Istentől, amire szükségetek van, de amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek. Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl. János evangéliuma, 14. fejezet, 17. vers, az Úr Jézus ígéri. Én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad, igen, nektek adom a saját békémet. De másképpen, mint ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjatok és ne féljetek. Krisztus követőkhöz szól János apostol az első levelében, 5. fejezet 13. verstől a 15. Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne, nektek már most örök életetek van. Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez. Ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket. Ha pedig biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat bármit is kérünk tőle, akkor azt is tudjuk, hogy amit kértünk, azt meg is adta.